Astra Szeged a Jets Oliga 14. fordulójában, ez gyakorlatilag az alapszakasz utolsó köre, innen már a rájátszás következik. Érdekes, hogy úgy jött ki a párosítás, hogy egyik meccsnek sem volt ebben a körben már tétje. A mérkőzés órákat csúszott a szegediek buszának defektje miatt, megkülönböztető trikóban kaphatott volna gólt a Szeged, de végül is közelről fölé vágta a harmadik percben Benkő Mónika a labdát. 4 perccel később baloldalról Szabó Boglárka adja be egy fejes, óriási bravúr Földesi Liliéntől, aztán pekje van meg csapatának is, mert érkezett Kakuszi és gólt szerzett, vezet tehát a hazai csapat 1-0-ra. A csepelieknél az előny. Itt hatalmasat nyújtózkodik a kapus, de a róla kijövő labdára csak támadó érkezett, védő nem. Egy baloldali bedobás, sikerül beforgatni az ellenfelet, a lekészített labdából pedig egy bombagól a léc alá, Földesi nem tudott fölugrani, így kipupozta a labda a hálót, a gólszerző pedig Benkő Mónika. 2-0 az Astrának. 27. perc, megint balról érkezik a vendégkapu elé labda, a lövés azonban elván szorog, vagy a lövés nyomán a labda a kapu baloldala mellett. Az előbb fog gurított a kapu mellé, most meg fog fejelt a kapuba a szöglet után. 3-0 a 29. percben. Gyönyörű fejes. Aztán itt a következő, szinte ugyanolyan gól, csak most nem Fogl fejelt a 38. percben, hanem Telekné Sümegi Éva. 11 gólos egyébként az Astra támadó középpályása. Ez már ugye a második félidő, egész pontosan a 60. perc, egy szabadrúgás, és kiderül, hogy örök érvényű a mondás, a napra lehet nézni, csak akkor így jár a kapus. Vagy mondjuk azt, hogy a reklámokból ismerjük, a lenyugvó napnak is van ereje? Ennek nem örül Földesi. 5-0 az Astra javára, most már lassan K.O. A 62. percben a Szeged is gól közelébe jut, Lipták szerzett egy labdát, jó helyzet felismerés, kint állt a kapus, de mellé ívelt méterekkel. Egy perccel később a túloldalon aztán Fogl Godvárt választja, aki tol egyet rajta, majd betekeri a léc alá a hosszú oldalra. Ez már a 6. hazai gól, remek kivitelezés. Úgy érezte a kapus Földesi talán, hogy fölé száll a labda. Újabb 5 perc telik el. És egy 11-eshez jut a hazai csapat, amit kivéd Földesi. Marad a 6-0, ettől persze lehet, hogy csak ő boldog, a szegedi szurkolók kevésbé. Aztán egy újabb furcsa gól, megint csak közbeszólhatott a nap. Beleért ugyan a kapus, de róla lecsorgót bevágta közelről, vagy inkább begurította Fogl. Ezzel kialakult a 7-0-ás végeredmény. Az Astra a felsőház, a Szeged az alsóház második helyről folytatja majd a bajnokságot a rájátszásban. Az első percekbe próbáltuk megnyomni úgymond a mérkőzést, hogy minél hamarabb mi avunkra fordítsuk, ez úgy érzem sikerült. Utána egy kicsit úgymond belealudtunk a meccsbe, de szereztünk szép gólokat, és sportszerű csapat ellen szereztünk magabiztos győzelmet. A mérkőzésen nem sikerült annyira felperülni, mint amennyire szerettünk volna. Ennek ugye számos körülménye is volt, de nekünk jövő héten fog elkezdődni az igazi bajnokság, nekünk az a fontosabb meccs, és arra fogunk koncentrálni. Gratulálok a másik csapatnak, és további sok sikert kívánok nekik. Lányok úgy gondolom a fejben nem nagyon voltak itt, illetve a mérkőzés kvalitásából adódóan kicsit motivációs problémákkal küzdöttünk. Igazából nekünk nem ezek a meccsek fontosak. Magabiztos győzelmet arattunk egy végtelen sportszerű csapat ellen. Nyilván játékban ezért van még számos kivetnivaló, azt kell, hogy mondjam, a mai teljesítményünket értékelve. Ettől függetlenül az eredménnyel elégedett vagyok, a mutatott játékkal, vannak még hiányérzeteim.